Magyarországon első csúcs a szigeten. Csináljuk a fesztivált! December 3-ától a Dunán! A korábbi évad vajszívű zsűri tagja, hányszor mondták ezt neked, Balázs, Andi, Isten hozott, és a Csináljuk a fesztivált legújabb ítésze, a Kossuth Díjas, Fren Reisz Károly. Szervusztok! Jó estét! Már nagyon várjátok, hogy csinálhassátok a fesztivált? Nagyon! Na miért várjátok ennyire? Mert az első is nagyon jó buli volt, én nyilatkozom először, mert én már átéltem egyszer ezt a csodálatos dolgot, aztán majd Karesz jön, hogy neki milyen, de én teljesen oda voltam az első évadért, és nagyon-nagyon szerettem már akkor is. Ez egy nagyon jó tiszteletadás a dalszerzők, és ezek alkotók előtt, akik ezeket a dalokat elénk tárták az elmúlt 100 és több mint 100 évben, és mindenféle olyan stílust is hoztunk ebben az évadban, és hozunk majd a kedves nézőknek, ami azt hiszem, hogy mindenki meg fogja találni a kedvencét benne, úgyhogy én ezért várom. És az érzelmi hullámvasútért, amire ilyenkor felülünk. Azt te nagyon szereted, igen. Azt, hogy kell elképzelni ezt a mindenféle stílust. Még operett is lesz képzel. Kik versenyeznek, hogy mik versenyeznek, milyen stílusok? Hát ez elsősorban dalok versenye. Mi az évszázad slágerét kell, hogy keressük, az a mi feladatunk. És 1910-valahánytól kezdve, majdnem, hogy napjainkig mennek a különböző jobbnál jobb, szuperebb, hát sláger számba menő dolgok, és ez a 100 év, ez nem csak azt jelenti, hogy nem a popzene, a rapzene, vagy a rockzene, hanem lesz operett, lesz cigányzene, lesz és kuplé, lesznek a régi magyar slágerek, fantasztikus, egyik jobb, mint a másik. Elképzelhető, hogy összekerül Jávor Pár Jajdeszék Kökény szeme van magának című nótája, mit tudom én, az Omegával? Pontosan. Simán. Vagy a Törcsért csinálok a kezemből. Simán. És ettől csodálatos, mindenkinek más jelent. Úgy is vagyunk a zsűribe összeállított zsűrink, úgy néz ki, hogy egészen a 20 éves Bogitól egészen Gyuribe, Korda Györgyékig van, az Korda Gyurig van ugye a sor, és hát ott azért mindenkinek más jelentenek ezek a korszakok. Tehát én a 90-es évek gyermeke vagyok, már úgy ért, hogy akkor voltam tínédzser, sajnos nem akkor születtem, tehát hogy akkor voltam tínédzser, tehát nekem más jelent az akkori diszkó például, aha, amiről esetleg Gyuri már azt mondja, hogy jó, hát addigra már a Tázdal fesztiválok leáldoztak, viszont a Tázdal fesztivál, és akkor még nem beszéltem a beatről, vagy hát egy jobb rock dalról, amiről meg akar ezt tudni. Közben itt van a Bogi, akinek már a 2000-es évek zenéi, azok az ő zenéi. Tehát itt nagyon jókat lehetett parolázni. De akkor ez nektek is egy rácsodálkozás, hát van olyan dolog, amit nem ismertek. Az egy dolog, de itt szerintem nem lehet nem emocionális alapon, igen, dönteni, mert például a Bogi egy csomó dalt lehet, hogy most hall először. Hát és van, nem fogja az akkori előadóhoz kötni, hanem biztos, hogy most csodálkozik majd rá. És ugye akkor ezt te nyilatkoztad valahol, hogy te nem is tudsz és nem is akarsz elvonatkoztatni attól, hogy ki áll majd ott a színpadon és ki énekli el a dalt, mert hogy lehetetlen. Hiába a dalt keresik, és nem az előadó. Tulajdonképpen lehetetlen. Ahogy halljuk, hogy milyen szuper előadók lesznek a szuper magyar slágerek előadói, az már eleve egy fantasztikus kihívás, és itt jönnek be az emocionális szálak, hogy ezt a dalt, ezt most ki énekli, van, aki az eredeti verzió lesz, van, aki egy régebbi dalt újra énekel, fiatal előadó, aki biztos nagyon jó lesz, meg stb. Tehát gyakorlatilag egy ilyen vegyes dolog van, de hát az érzelmek fognak dönteni, és mindenkinek van egy kis izé a szíve csücskébe, amit úgy talán jobban szeret, mint a másik. És akkor ezt, mikor a saját dalodat hallottad, akkor azt hogy ítéled meg? Azt a legrosszabb. Nagyon szerényen, csendesen vettem tudomás, hogy az ő dala is benne van. Igen, de a szerkesztőség szerint egy nagyon jó munkát végzett, mert én már ismerem az 50 dalt, amelyik versenyezni fog, és hát nagyon jó a felhozatal, és minden porcikája a magyar könnyű zenének benne van, és azt hiszem, hogy nem mi abszolút a magyar tudósok és a magyar kutatók és a magyar kiálló személyiségek mellett a magyar zenére is büszkék lehetünk, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó seregszemély ennek az egésznek, és 100 évet felölel, úgyhogy szuper. Csak ti döntötök, tehát rajtatok múlik, vagy a közönség is beleszólhat?
Én folyamatosan mondom, eleve van egy élő közönség velünk ott épp a helyszínen, tehát ő, az ő szavazatuk is számít. Ez mindig nagyon fontos, mert nagyon erőfordult velünk az első évadban is például, hogy mi hiába adtunk például magas pontot egy dalra, az éppen ott ülő közönségnek mást jelentett ez a dolog. Ebben csodálatos, hogy egy mondjuk megszól egy szerelmes dal, és nekem eszembe jut róla valami, hogy jaj, de romantikus volt, a másiknak meg az, hogy hú, de összevesztünk aznap, és már nem is tetszik neki. Jaj, de 100 ember csak nem vezet össze aznap, de hogy világos értem, amit igen. És én mindig el szoktam mondani az értékeléseknél, és ehhez tartom magam, hogy én azt kérem most is a kedves nézőktől, ha majd nézik december 3-ától, hogy vegyenek otthon elő egy papírt, és ők is pontozzanak. Ez az első évadban is remekül bejött. Én rengeteg levelet kaptam a közösségi oldalaimon az adások után, hogy ön pont annyi pontot adtam, mint maga Andika, és a férjem meg annyit adott, mint a Korda György. És képzelj el, hogy a lányom most ismerte meg ezt a dalt, és ő is pontozta. Tehát, hogy ezekben, szerintem ez egy nagy ünnep minden szempontból ez a műsor, és mi pontosan azért szeretjük, mert ebben semmiféle erőszakoskodás nincs, ez tele van szeretettel, úgy, ahogy van. Az előző évadból látunk közben kockákat. Nyilvánvalóan ott is volt kedvencetek, de én arra lennék kíváncsi, ugye december 3-án indul ez az évad, és 10 héten keresztül szombatonként látható majd a Duna csatornán, hogy karácsony is és szilveszter is beleesik ebbe az időintervallumba. Sőt, karácsonyra annyit elárulhatunk, hogy mi is készülünk a zsűri valami kedvességgel, egy kedves dologgal, mert karácsonykor egy olyan adással készülünk a kedves nézőknek, amikben meg fognak szólani gyönyörűbbnél gyönyörűbb dalok. Nagyon sokat fogunk szerintem pityeregni és nevetni is, mert van benne olyan része is. És nem kell pontoznunk. És nem kell pontoznunk, ami csodálatos lesz, és nincs rajtunk ez a pontozás dolog, és mi is készülünk tényleg valami kedves dologgal, és hát ez az évad pedig bővelkedik olyan előadókból, hogy komolyan mondom, hogy tátott szájjal nézi az ember ezeket az előadókat, tehát hogy pár nevet mondok csak, jó? Kovács Katival kezdjük, Kati, aki hamarosan így lesz velünk a librettóban. Por Péter, de gyorsan akartam mondani, mindegy. Vastag Csaba, Szulák Andi. Tényleg a Szulák Andi, fantasztikusak, rendeketek, operettista színészek. Zoltán Erika nevét is olvastál? Zoltán Erika, Csepregi Éva, tényleg csodálatos előadók. És hát olyan összeállások. Soha nem is voltak ezek együtt színpadon. De a Dolhai Attilát is, hogy említsem meg, aki mindig kitépte az elsőbe, és már kitépte a szívemet. Szóval Varga Mikos, tényleg fantasztikus. Szóval azt hiszem, hogy a zeneszerzők, szövegírók krémje találkozik az előadók krémjével, úgyhogy ez nekünk egy fantasztikus dolog, és visszatérve egy pillanatra a közönségre, őnekik ugyanannyi szavazati lehetőségük van, mint a zsűrinek. Tehát ők egy kicsit segítenek minket, mert lehet, hogy mi bizonyos... Hadzsűri szavazatával ér fel. Ugyanannyi, igen, a hadzsűri szavazata az 60 pont, és a zsűri, vagyis a közönség is 60 pontot adhat egy-egy dalra. Úgyhogy nagyon jók vagyunk így, mert ha egy kicsit, mint szakmabeliek, tehát zsűri tagok másképp... Elfogódnátok valamilyen irányba. Akkor a közönség minket helyre fog rakni. Vagy pont fordítva. Úgy mutattunk be benneteket, hogy az Andi a vajszívű, de van olyan, aki a keményebb, aki a börtönőrt karaktert viseli? Hát néha, valamelyikünk mindig. Tehát igen? Azért a hatból van mindig egy, aki azt mondja, hogy hát nekem ez most nem, nekem nem tudom, nem jelenti ugyanazt. Ez pillanatnyi helyzetfelismerésnek a dolga, mert hogyha van egy dal, amit én például nagyon szeretek, és az előadó nem olyan jó talán, mint ahogy én megszoktam egy másik elő, vagy az eredeti előadótól a dalt, akkor lehet, hogy elkezdek majd gondolkozni, hogy hát ez azért kicsit talán kevesebb pontot. Tehát az előadás az borzasztóan számít, mert ugye egy jó zeneszerző ír egy marha jó dalt, és odaadja Jóska Pistának, abból valószínűleg nem lesz semmi. Viszont egy jó zeneszerző ír egy nagyon jó dalt, és ezt egy sztár énekes előadja, sokkal nagyobb a szansz, hogy az egész ország azt megismeri. Tehát ezért vannak különbségek, ezért van az, hogy tulajdonképpen a zeneszerzés szövegírás mellett az előadó is rettenetesen fontos. Hadd kapaszkodjak a különbségek szóba. Ugye 16 éves korod óta a zene a mindened. Lehet, hogy már az előtt is, sőt, valószínűleg, de az 5 éves korod óta a zene a mindened. Muzsikálsz, zenét szerzel, tényleg ebben élsz, ebben létezel. Hogyan látod a mai fiatalokat és a mai zene helyzetét? Hát következő, egy kicsit elváltoztak a dolgok, mert ugye régen minden nem voltak kompjúterek, minden analóg volt. A gitáros, ha nem játszott jól, akkor az kiderült.
Ma a nem játszik a digitális szerkezettel föl, vagy az énekes hamisan énekel, akkor a digitális szerkezettel kijavítják. Az nálunk nem volt. Nálunk minden élőbe ment, és oda kellett menni, és ki kellett állni, nem csak a színpadra, hanem a stúdióba is, a televízióba is, meg mindenhol. Hát itt változtak a dolgok. Én azt hiszem, hogy minden generációnak megvan a maga favorit zenei stílusa, a favorit zenekarai, a favorit énekesei, előadói, nekünk is, és én abból veszem észre, hogy tulajdonképpen a tinédzser korom és a közvetlen utáni rész az baromira dominatív volt nálam is. Mert én nagyon örültem, amikor elmentem Bécsbe idén és megnéztem a Rolling Stones-t, ugye? És azt mondtam, hogy ilyen jó zenekar, azóta nincsen, de biztos, hogy van. Szóval most egy másik generáció már egy másik dolgot szeret, de ez így működik, és ez így jó, ez így jó. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és beszélhettünk mindenről. December 3-ától tehát csináljuk a fesztivált.